Gratulálok a győzelemhez, akár több góllal is nyerhettek, viszont gondolom nagyon bosszantja az a rengeteg technikai hiba, amit látott a saját csapatától. Így van, úgyhogy most egy nagyon kemény 10 perces monologgal zártam ezt a mérkőzést. A győzelem tényéhez gratuláltam a csapatnak, de ez nem elfogadható. Ezért ment el a bajnokságban az első 6 mérkőzésünk, mindegyike szinte, mert a mai mérkőzéshez hasonlóan 100%-os helyzetek tucatját hagytuk ki. Ez semmi más, mint mentális odafigyelés, aki ki tudja dolgozni, és eljut odáig tényleg szép játékkal, ott már csak a koncentráció is. Ma újra azt láttam, mint akkor, de ezt csirájában el kell folytanom, mert még egyszer, ha már kilábaltunk egy jó győzelemmel, és most már ez 2 ligakupa, magyar kupa, bajnokság, 4 meccs zsinórban győzelem, nem engedhetem meg ezt a fajta hozzáállást, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan lekaptam a csapatot a lábáról. Jó is volt ez a mérkőzés, mert meg tudtam ezt tenni, mert jobb, mint hogyha pénteken tettünk volna újra ugyanilyet. Úgyhogy ezzel viaskodom a csapatommal, hogy egyszerűen szerintem a jelen pillanatban az ország egyik legtöbb helyzetét kidolgozó csapat, de abban meg az első, hogy a legtöbbet ki is hagyja, és ez számomra most már idegöllő. Nem érdemeltünk pontot, mert kikaptunk 2-1-re, de úgy gondolom, hogy az első félidő alibije után a második félidőben minden játékos maximálisat nyújtott. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Nagyon feljavult a teljesítményük az első félidő után. A második félidőben már azt játszottuk, amit mi tudunk, amit kell, amit mindig is követelni fogunk a játékosoktól. Tény és való, hogy egész mérkőzés alatt a Pécsnek több helyzete volt, megérdemelték a győzelmet, de nagyon sajnálom, hogy egy 11-esre és egy ilyen fura góllal maradtunk alul, de azok a játékosok, akik ugye a bajnokságban kevesebb lehetőséget kapnak, ma pályára léptek, és bizonyíthatták azt, hogy nem véletlenül a keret tagjai. Én örülök neki, hogy ilyen színvonalas mérkőzést tudtunk játszani egy nagyon nehéz talajon, és becsületesen helytállt a csapat, elégedettek lehetünk. Az első fél időt a kispadról ülve nézted végig, hogyan bírtad ülve nézni a csapatnak a vergődését? Hát vergődését, nem vergődés, nem volt ez vergődés. Hát egy, majdhogy nem NB1-es Pécssel álltunk szemmel, egy finoman szóval sem ideális pályán. Nagyon nehéz körülmények között, úgymond, mert bokáig belesüllyedt mindenki a pályába. De azt kell, hogy mondjam, hogy 1-0-ra hátrányba kerültünk. Szerencsére a második fél időben kicsit fel tudtunk pörögni, egyeníteni tudtunk, viszont a végén egy szerencsétlen szituáció után megkaptuk a második gólt, és ezzel elveszítettük a meccset. Ugye a 60-70. Perc környékén mind a két csapat teljesen szétesett, akkor kb. Úgy lehetett érezni, mint hogy bármelyik csapat megszerezheti a győztes gólt. Igen, egy-egy után szerintem kicsit még felszabadultabban tudtunk játszani, de hát 70 perc ezen a pályán nagyon sokat kivett a pécsiekből, illetve belőlünk is, ez nyilván látszódott a játékon is. És hát milyen a kapussors, az a Kuruc Péter, aki tökéletesen védett, sajnos egy hibát védett, és abból jött a gól, de hát nem az ő lelkén száradt. Vagyis hát a győzelem az a csapat megérdemelte a Pécs, hiszen azért többet tettek érte, mint mi. Persze, hát most Petire ezt nem szabad kenni, mert előtte megvédett 4-5 olyat, hogyha nincs ott, akkor meg valószínűleg gólt kapunk, így alakult. Menni kell tovább. Persze, menni kell tovább. Pécsen. Csákváránál játszunk pénteken, az sokkal fontosabb, azt kell megnyerni. Nem álltott volna mindkét vezető edzőre egy kamera, hát lehetett hallani, hogy ment az Rika rendesen. Hát hogyne, hát az Attilával nagyon-nagyon régi barátok vagyunk, szinte serdülő korunk óta, úgyhogy nagy öröm, amikor olyan edzővel tudok meccselni, aki ennyire közel áll hozzám, és hát régi emlékeket is elevenítettünk fel, meg ment az Rika természetesen abszolút sportszerű keretek közt. Hát igen, csapattársak voltunk még Újpesten, és együtt is laktunk nagyon sokáig. Nagyon sok közös élményünk van, nagyon sok sztorink van, nagyon szeretjük egymást, és kölcsönösen tiszteljük is. Barátomnak tekintem őt nagyon régóta, több mint 20 éves barátság ez, és úgy gondolom, hogy ez egy egészséges Rika volt a ő, illetve az én részemről is. Ugye pénteken Csákvárra utazunk, ez a mérkőzés nagyban befolyásolta szerintem a felkészülés, habár azon a meccsen nem ezek a játékosok fognak főleg játszani. Igen, a felkészülést is igazából azt tette nehézzé, hogy ugye két részre kellett szedni a keretet, az egyiknek ilyen terhelést kellett adni, a másiknak olyan terhelést kellett adni. Ez egy kicsit megbolygatja az életünket, de természetesen örülünk neki, hogy ennyi mérkőzésen pályára léphetünk. Teljesen más felkészülés alatt van a pénteken pályára lépő 11, de én úgy gondolom,
a maiak is ki fogják ezt pihenni, és megfelelő regenerációval péntekre mindenki nagyon éles lesz, és a Csákvár ellen is természetesen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára.